Szekszárdon születtem, de a születésemet követően rövid időn belül Bonyhádra kerültem. Gyermekkoromat, általános iskolámat és középiskolámat is Bonyhádon végeztem, majd a gimnázium befejezése után Pécsi Orvostudományi Egyetemre kerültem. Az, hogy én az orvosi pályát választottam, ennek volt több irányból indítatása. A egyes szám az természetesen szülői volt, bár első generációs doktornak számítok a családba. A Pécsi Egyetem elvégzése után Szekszárdra kerültem, ez 1973-ban volt, a szülészet nőgyógyászati osztályra. Azóta is itt dolgozom, segédorvosként, alorvosként, a soron kívül kineveztek adjunktusnak, majd pályázat útján elnyertem a főorvosi címet, és főorvosi beosztásban dolgoztam, dolgozom jelenleg is. Szokták tőlem kérdezni, hogy mi a hobbim, én erre azt szoktam mondani, hogy a szakmám, de ez nem egy helyes kifejezés, mert ez nem szakma, hanem hivatás. Az emberek iránti szeretet, az empátia, és az, hogy az eredményes tevékenység, amit az ember folytat, az úgymond visszaköszön. Jó látni azt, hogy amit az ember orvosként tevékenykedik, annak az eredményével találkozik. Ez különösen vonatkozik a mi területünkre, a szülészet nőgyógyászatra, mert ha én végigmegyek az utcán, Szekszárdon, de nem csak Szekszárdon, hanem a megyében, nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik nálam szültek, vagy nálam születtek, sőt olyan is van, akinek már az unokája is nálam született. De nem csak szülészet van, hanem nőgyógyászati tevékenység is. De hát azért 45 év az nagyon sok idő, és nagyon sok tevékenységnek a, hát hogy mondjam, az eredménye. Én soha nem voltam nagyon híve az egészségügyen belül a jutalmazásoknak, meg a díjazásoknak. Én mindig úgy álltam a dologhoz, hogy, és ezt a véleményemet ki is fejtettem, aminek nem mindenki örült, hogy az egészségügyben nem díjazni kell, hanem az egészségügyi dolgozót, azt nagyon meg kell becsülni. Megbecsülni, tisztelni, és ha ez a szokás, hogy díjazzák, akkor ám legyen. Természetesen az ember nagy tisztelettel veszi azt, hogy egyáltalán gondolnak rá. Ennyi idő után még nem írták le teljes egészében, hanem azért az eltelt tevékenységét úgymond tisztelik és becsülik és értékelik is.